Köszöntöm kedves nézőinket, önök a hetente jelentkező programajánlót látják. Nézzük Szentendre és térsége közelgő eseményeit. A Dunakeszi Dunart Művészeti Közösség és a VOKE József Attila Művészeti Központ nevében nagy szeretettel várnak a szervezők minden érdeklődőt február 16-án pénteken 18 órai kezdettel legújabb 2018-as kiállításukra. A Dunart Galéria színeiben idén először kerülnek új alkotások a nyilvánosság elé a megújult kiállítóterem debütáló világítástechnika fényében. A megnyitót követően jó alkalom nyílik az egyik helyi pincészet borainak élvezetésére, közben a művészek és a látogatók eszmecseréjére. Az esemény ingyenes. Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét, amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság a család ügye iránt, már a négy kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A házasság hete szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége. Városunkban is elérhetőek egészen vasárnapig az ezzel kapcsolatos programsorozatok a Szentendre Barátai Egyesület szervezésében. A soron következő helyi házasság hetéhez köthető esemény a február 16-án a borok szerelmeseinek kedvez. 2018. február 17-én szombaton indul a 9. Dunakanyar hangjaének verseny. Válogatás szombat déltől, elődöntő február 24-én délután 4 órától, és a döntő március 3-án szombaton este 6 órától. A válogatásokon minden érdeklődő ingyenesen vehet részt, nincs belépő, az esemény nyilvános. A zsűri között Horányi Júli, Zsoldi Tamás, Farkas Pál és Zola. Ez volt a programajánló. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk és nézzék meg Fókuszban című magazin műsorunkat. Találkozunk egy hét múlva csütörtökön a híradó után. A közelgő programokhoz jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!